Kedves ünneplő honfitársaim, kívánom önöknek, hogy közös céljaink megvalósuljanak, országunk és benne szűkebb kis hazánk, városunk tovább gyarapodjon. Mondta Romhányiné dr. Balogh Edit, a Gondváros polgármestere az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen. Augusztus 20-a a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Szent István ősi ünnepéből az új kenyér ünnepe lett, majd az új alkotmányt, mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus 20-ára időzítették. Ettől fogva 1949 és 1989 között augusztus 20-át az alkotmánynapjaként ünnepeltük. Magyar hazánk fénye, nemzetünk reménye, szent hitünk alapja, népünk édes atya, Szent István király. Augusztus 20-a nem csak államalapításunk, hanem egyben az új kenyér ünnepe is, mely minden ember számára az életet jelenti. Aratott búza gyümölcsét, az új kenyér szentségét is eljeles napon ünnepeljük. Az életet adó étket, magyar föld hagyomány, hogy ilyenkor megszenteljük, megszegjük és megízleljük az új kenyeret. Az ünnepségen Molnár Péter esperes plébános áldotta meg mindazok munkáját, akik a kenyér készítésben részt vesznek, s szentelte meg az osztásra váró több száz cipót. Tudjunk hálásak lenni, hálát adni, megköszönni a kenyeret, azt, hogy jó Isten kegyelméből éltet bennünket, és a kenyér az valamiképpen a jövőt jelenti, hiszen a mai táplálékot, de a holnapi energiát, a holnapi jövőt jelenti számunkra. Így kérjük Isten áldását, így szenteljük meg ezeket az új kenyereket. Könyörögjünk! Istenünk, gondviselő mennyi atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma az évben kapott ajándékaidért oltárod elé hoztuk az új kenyeret. A városi megemlékezés után a templom búcsújával ünnepi szentmisével folytatódott a program. Igazán azt nevezhetjük keresztény embernek, aki minden jellemvonásában Jézus Krisztus tudja visszaadni ennek a világnak. A kereszténységben való elmélyedés soha nem egyszerű, de Szent István arra törekedett, hogy legyenek olyan emberek, akik ápolják ezt és tovább viszik. És ez az érdeme, hisz Magyarország megmaradt keresztény országnak. Amikor Szent Istvánra emlékezünk, akkor nagy szeretettel gondolunk az Árpádházi szent emberekre. Legyenek ők a példaképeink, egész emberségünkben legyenek jelen. A miséről kijövet, minden résztvevő család kapott egy-egy megszentelt kenyeret, melyet a búcsúi körmenetben körbevittek a templomon. A körmenet célja hagyományokhoz híven a Kultúraháza volt, ahol Cseh János festőművész Szent Korona képei című kiállítást megnyitó várta az érdeklődőket. Kinn a sporté volt a főszerep. Augusztus 20-án a Szent István kupáért versengett az a hadcsapat, mely leadta a nevezését a városi sportcsarnok által szervezett kispályás labdarúgó tornára. Nemzetközi tornát rendezhettek, hiszen egy Indonéziából érkezett csapat is részt vett a tornán. A csapatok két darab hármas csoportban körmérkőzést játszottak. A két csoport azonos helyen végzett a helyosztókon döntötték el a végeredményt. A mérkőzések időtartama 2x15 perc volt. Kellemes időben, sérülésmentesen, a durva játék mellőzésével jó hangulatban zajlottak a mérkőzések. Teljesen jól szolgált a minden játékos, illetve minden csapat számára ezt a augusztus 20-át az, hogy összejöttek, játszottak egyet, hál' Istennek sérülés nélkül mindenki megúszta, semmi komoly tétje úgymond nem volt neki, de végül is, amikor már az ember pályára lép, akkor már nyilván van neki presztízse, így ezáltal voltak egy-két kis, azt mondom, hogy komolyabb ütközet, de azért összességében nézve az egész tornát
azt mondom, hogy egy nagyon sikeres, egy sérülésmentes, hangsúlyozom, ami nagyon fontos a mai világban, ugye itt főleg amatőr sportolók vannak, akik ugye dolgoznak is mellette, tehát nekik másnap ugye munkába kell állniuk, de szóval azért az a kis parázs az megvolt a mérkőzésekben, de így a végére szerintem mindenki azt mondhatja, hogy egy egészséges, egy jót játszott. A helyosztókkal a következő végeredmény született. Harmadik helyezést ért el Pintér és Társa Kft. Csapata. A dobogó második helyen az olaszok, és a Szent István kupát Bármikő BT Strand kis vendéglő csapata vehette át. Fél hatkor kezdetét vette a 10 különböző néptánc csoportok felvonulása. Színesebbnél színesebb ruhákba gyülekeztek a Molkútnál, fél hatot harangoztak és elindult a menet a főtér felé. A helyiek hangszeres kísérettel indították el a sereget, és ütemes tempóval vágtattak a tánc helyszínére, a bonyfűtelére. A menetben Magyarország mellett lett, litván, indonéz, vajdasági és görög csoportok is képviseltették magukat, mutatták be viseletüket, szólaltatták meg hangjukat, majd a színpadhoz érve táncaikat is láthatták az érdeklődők. De ne siessünk annyira előre, hiszen a külföldi csoportok már a menet közben is adtak ízelítőt a táncukból, például a görögök. Indonéz jókedv sem maradhatott ki a menetből. Szép lassan megérkezett a felvonuló sereg a Városházához, és következett a várva várt népek tánca. Azaz, hogy minden csoport megmutassa országának hagyományait és táncait. Jól érezzük magunkat, színvonalas a műsor, úgyhogy jó. Szép a műsor, délelőtt is bent voltam, úgyhogy ilyenkor mindig beszoktunk jönni, és megnézzük a műsort. A litvánok tetszettek eddig a legjobban. Nagyon szép a műsor, színvonalas, nagyon jól érezzük magunkat. Igazán örülünk neki, hogy itt a Abony főterén ilyen gyönyörű műsort adnak le, és hogy minden honnan jönnek. Elsőként a hagyományőrző Abonyi Néptánc együttes szatmári táncaival lépett a színpadra. A hagyományőrző Abonyi Néptánc együttes 2012. februárjában alakult. Csoportuk számos fellépésen van túl, melyek közül a tavaly októberben megrendezett jubilómi gálaműsoruk emelkedett ki. Előadásuk során bemutatták egész repertoárjukat, melyben megférnek egymás mellett a népzenei és klasszikus zenei alapokra előadott táncok egyaránt. Szatmári táncokat adtunk elő, Rába Közit és Erdélyt. Hát egy gyerekjátékot adtak elő a legkisebbek. Őrák nagyon büszkék vagyunk. Nemrég állt össze ez a csoport, és rendkívül lelkesek. Szerintem abszolút az utódaink lehetnek, mert ugye nálunk is ebből áll az egész, hogy mindenki lelkesen és tényleg tiszta szeretetből csinálja. Igazándiból az erejük szerintem túlnő rajtunk bőven, mert egy 2 órás próba után is ugyanolyan lelkesedéssel képesek játszani egy bármilyen játékot. Tehát egy pici kis ajándékkal szoktuk őket mindig jutalmazni, egy csoki, egy cukor, egy bármi, és annyira lelkesek, hogy egyszerűen nem is tudjuk leállítani őket. Tehát igénylik, egész nyáron próbálnunk kellett, mert azt mondták, hogy nekik szükségük van rá. A 2008-ban alakult vajdasági tánc együttes már rendszeres fellépője a Népek Tánca programsorozatnak. Moravicán, Bácskos útfalván, az Ady Endre Művelődési Központ már 45 éves, még több is. 150 főt számlál, és nem hagyományőrző, hanem különböző tájegységeknek a táncait táncoljuk.
Annak idején szláv táncokat is táncoltunk, jelen pillanat nagyobb részt magyarországi, szóval magyar tájegységek, Erdély, stb. Ezeket táncoljuk. Kiemelem a Cimbora Tánc Együttesünk, aki nagyon gyönyörű eredményeket ért el Vajdaságba is, és Magyarországon is a Szegedi Fesztiválon a 60 részvevő közül a 7. lett, úgyhogy meg van utánpótlás csoportunk. Itt meg hála Istennek, hogy a nosztalgiások is még táncolnak, akik mondjuk 40-től 60 pár éves korig vannak a hölgyek, de dicsőség nekik, hogy csinálják. Ezúttal egy szólista fiú is ellátogatott Abonyba, aki kalotaszegi legényest hozott el nekünk. Már amin indultam, de ott nem sikerült tovább jutnom, és ez az első, ahol elértem eredményt. De tovább is, októberben is lesz egy felnőtt szólótánc versenyem. Más stílusba eveztünk a görög tánccsoport segítségével. A klub korosztálya 5-től 60 éves korig terjed. Az egyesületen belül a tagok nem csak néptáncolnak, de egyéb hagyományőrző tevékenységeket is folytatnak, mint például kézművesség, festés, rajzolás, énekkar és színjátszás. A szervezet 9 tánc klubból és 4 színjátszó csoportból áll, számos külföldi sikerrel és fellépéssel büszkélkedhetnek. Az együttes célja, hogy közel hozza egymáshoz a múltat, a jelent ezzel megőrizve a múlt kincseit és hagyományait. Apodi Halkiviki. Görögországból érkeztünk, imádjuk Magyarországot, nagyon szép, szeretünk ide járni. Mi most görög táncokat hoztunk el. A Lettországból érkező felnőtt néptánccsoport 2010-ben alakult. Alakulásukkor a cél az volt, hogy az idősebb korosztály is bebizonyítsa azt, hogy színesíteni tudják a kulturális életet néptáncukkal. A Nemzetközi Táncfesztiválon kiváló minősítéssel oklevelet kaptak. Több mint 20 tagja van a csoportnak, a legidősebb hölgy 73 éves. Az ő lendületessége motiválja a többi tagot is. Van olyan tag, aki 40 éve táncol. Városba eveztünk, méghozzá Szegedre. A Paván Tánc Együttes 1992-ben alakult azzal a céllal, hogy az elmúlt korok méltatlanul elfeledett báli táncait felelvenítse, a színpadra alkalmazva megismertesse a mai kor emberével. 19. századi báltermi táncokat hoztunk így a műsor végére. Ebben a korszakban jelentős irodalma van azoknak a táncoknak, amit az urak táncoltak. Ugye a 19. századi néptáncokat ismeri a közönség, a szó jó értelmében vett paraszti táncok, abszolút autentikus néptáncok. Ezeken alapulnak a 19. századi báltermi táncleírások, amiknek jelentős irodalmából két palotást hoztunk most, Brahms magyar táncot, illetve mindegyik táncrend úgy ér véget, hogy csárdás kivirrattig, ezért egy csárdást is tettünk a végére. Műfaj, ezért azt el kell mondani. Egy bizonyos érettséget megkíván ez a műfaj, tehát középiskolás és egyetemista korosztályunk 40 fővel képviseli ezt az együttest. Műsoruk a reneszánsz, a barokk, a 19. századi báltermi táncok, a nemzeti romantika magyar báli táncainak szépségét, ezen korszakok hangulatát igyekszik megmutatni.
A korabeli táncokhoz kórhűzenei anyagot és jelmezeket is használnak. Ahol a tánc és a zene, ott a kor nem számít. Vallja a litván hagyományőrző együttes. Megalakulásukkor fő cél az volt, hogy összehozzák azokat a szépkorú embereket, akik szeretnek táncolni és szeretnék, ha a népi hagyományok táncok tovább élnének. A csoport tagjai 50-70 év körüliek. Hagyományaival is megismerkedhettünk szerda este. A 2005-ben alakult fiatalokból álló együttes számos nemzetközi fesztiválon szerepeltek, és számos sikert tudhattak maguk mögött. Mottójuk a kultúránk, a büszkeségünk. Chicagóból érkeztünk, a csoportunk létszáma 25 fő. Ide Magyarországra négy fajta táncot hoztunk, négy különböző helyre. Happy and we are so amazing. Nagyon jól érezzük itt magunkat, boldogok vagyunk, hogy itt lehetünk. Szép ez a város, az emberek nagyon barátságosak és segítőkészek. Ez a program meg már szuper. To make us to comfort in here. Egész délutános programok, szebbnél szebb táncok, viseletek és népzenék után tűzijáték zárta a népek táncát Abonyban.